Sziasztok, srácok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit! Itt újra Matthew Channel beszél, mint mindig. És hát a mai már elérkeztünk a BOMC videósorozatunk következő részére. Ez már a harmadik rész. Hú, gyerekek, nagyon beleindultunk. Nagyon-nagyon beleindultunk. Hogyha az előző kettőt nem láttátok, akkor azt feltétlenül nézzétek meg. Nézzétek meg, mert baromi jó lett. Baromi jó lett. És amiben ugye az előzőben ugye az adott videókat néztük meg, ugye az OMC 2 videót, akkor volt első videó, ETS 2 Michael Taylor videó, akkor szinte itt minden volt, tehát minden volt, tehát még felsorolni is nehéz nem, hogy megjegyezni. Úgyhogy, ja. No, a maiban nagyon érdekes lesz, ugyanis hát ma is hármat szedtem össze nektek. Igaz, lesz egy olyan, ami viszont rohadt sok, úgyhogy nem tudom, hogy lesz, vagy mi lesz, de mindenféleképpen majd azokat fogom majd megmutatni nektek, amik ilyen rövidek lettek, hát nem is tudom, vannak közöttük olyanok, amik hosszabbak, tehát ilyen 62-63 másodperces videók, vagy ilyen 63 perces videók, bocsi, úgyhogy ja, mert ugye, ezért, na, mivel így sokat dobálok, igazából szerintem ne is nagyon húzzuk tovább a szót, mert inkább kezdjünk bele, és az intro után pedig beletaposunk a gázba. Úgyhogy nézzétek meg az intromat. Na is már itt is vagyunk, srácok. Hát igen, akkor szerintem ne is nagyon húzzuk tovább a szót, hanem inkább kezdjünk bele, és mielőtt még belekezdenünk, azt el szeretném mondani erről a két videóról, hogy ezek a premierjeim, amik már ugye fölkerültek. Délután 5 órától fogja kezdetét venni az egész videósorozat. Tehát az azt jelenti, hogy szombat délután 5 órától, hát egészen ugye 22 óráig, ha jól számolok. Igen, 22 óráig, tehát az azt jelenti, hogy pont tökéletes. Tehát ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon jól állunk. Úgyhogy csak ennyit akartam így mondani, és akkor a maiban ugye összeszedtem itt nektek a dolgokat itt fönt. Az első, amivel fogunk foglalkozni, az a 100 szubos vidi lesz. Hát először is erről a videóról egy... Na, sziasztok! Srácok, szeretettel üdvözlök mindenkit. Na, sziasztok! Srácok, szeretettel üdvözlök mindenkit. Én megyünk.
Így jó. Most elnyitottam egy kicsit a hangom. Mondjuk úgy tűnik, hogy értető lesz. Egy 50-est adok neki. Úgy. Na, igazából ez miről szól? Hát ugye este, tehát így egy ilyen esti órában kaptam egy fülest, hogy micsoda, meg van a 100 feliratkozós, 100 feliratkozós, 100 szubon. És így szó szerint igen, mert eddig 99-en voltam. Most viszont ugye kaptam egy fülest, hogy ugye nem is tudom, 103-nál azt hiszem, vagy 113-nál szerintem, hogy elértem ezt. Hát egyszerűen fantasztikus, tehát nem tudom, hogy ez hogy tudtam összeperkálni, mert eddig még ugye nem került elő sem a Roxy, sem a Happy a képben. Úgyhogy, ja. Na hát akkor mutatom is nektek, hogy akkor hogyan is szedtem össze a 100 feliratkozós, így 100 feliratkozós, hogy hogyan hoztam ezt a videót létre. Na itt van. Na, sziasztok, srácok! Szeretettel üdvözlök mindenkit, én Matthew Csene vagyok, és a mai videóban, hát ez most egy vágatlan videó lesz, ugyanis a Matthew Csene csatorna, azaz az én csatornám, elérte a 100. feliratkozást a YouTube-on. Hát nem is gondoltam volna, hogy így elérkezik ez a nap. Szeretném nektek nagyon megköszönni a 100. feliratkozást a YouTube-on. Tényleg, tehát nagyon szeretném nektek így megköszönni, hogy támogatjátok, illetve segítitek ezzel a csat. Hát igen. Na most ugye azt elmondom nektek, hogy ez egy... itt ugye nehéz volt megszólalnom, hogy tehát mint ugye mondtam, hogy nehéz, tehát ha valamit csinálok, akkor nehezen bírom egyszerűen megszólalni, mert ilyet, hogy már, tehát egy először 100 feliratkozást hozok össze, aztán utána később még 200-at hoztam össze, csak azt meg sajnos az Instagram csináltam meg, úgyhogy ez így adódott, úgyhogy, ja, tehát ez így adottam, így, tehát így csináltam meg ezt a tornámat. Tényleg ennek most nagyon örülök. Szinte elképesztő gyermekeim, úgyhogy gyermekeim, ezzel is haladjon tovább a Matthew Channel csatorna. És hát tényleg, tehát nektek szeretném így megköszönni az összes feliratkozást a YouTube-on, úgyhogy már most 111 feliratkozó van most jelenleg a YouTube-on. Igen, tehát amikor, igen, tehát most amikor ez történt, akkor már most 100, akkor már, már most, már most 111-en voltak itt, tehát amikor kaptam a fülest, és megnéztem, hogy 100, hogy micsoda a 111, hát akkor azonnyomban csináljuk rögtön egy 100-as videót. Azt akkor imolám, ez már meg van csinálva, aztán ennyi. Tehát körülbelül ez most úgy van megcsinálva, hogy azt hiszem OBS-t használtam itt, mert nagyon, tehát tényleg szeretném nektek így megköszönni, hogy támogatjátok a csatornámat, és segítetek azzal, hogy
minél többen szeretnétek, minél több, ugye minél több OMSI2-es videót, elképesztő live-okat, reggeli live-okat. Tehát itt még gyermekeim volt, hogy volt, hogy reggeli live-ot kellett csinálni, ugye ekkor még ugye működött, ekkor még az volt, hogy ugye, tehát igen, tehát a 2018-as év, azt tudjátok, hogy hogy nézett ki, tehát az ilyen live-ok, tehát az még az a live-os korszak volt, amikor használnom kellett a telefonomat live-hoz, csak aztán végül kiderült, hogy akkor Misének sajnos hotspotot kellett megosztanom, mert neki nem volt internete. És ezért voltam kénytelen lekapcsolni az enyémet. Tehát azért is, mert egyszerűen ezért kellett. Sajna-bajna megosztanom Misével a internetet ebben a korszakban. Meg nagyon sok nagyon sok videót szeretnétek látni, úgyhogy ja, tehát így teljes mértékben szeretném így nagyon megköszönni. És ebben nem volt sem intro, sem pedig outro, tehát ez így páratlanul került föl. A századik ezt a századik feliratkozást. Úgyhogy ja, tehát ezzel haladjunk tovább a Matthew Channel csatornával. Úgyhogy ja. Na, akkor én ennyit szerettem volna nektek bemutatni nektek, gyermekeim. Úgyhogy köszönöm szépen nektek a figyelmet. Tehát még egyszer köszönöm szépen a feliratkozó, annak a 100 embernek a feliratkozását, mert utoljára a Bank Balázsnál láthattátok, hogy ő nála is elérte a 100-as feliratkozást. Igen, tehát és igen, ilyenkor ez a Bank Balázs, ez hogy jött ide? Hát ugye először is ugye ez a Bank Balázs, ez úgy jött ide, hogy ugye eleve ő feliratkozó volt, csak utána aztán végül az történt, hogy YouTube valahol eltűnt, úgyhogy azóta semmi hír, tehát olyan, mintha eltűnt volna YouTube-ról, és egyszerűen nem lenne aktív. És nem tudom, hogy ő leiratkozott egyáltalán, vagy sem. Mást a YouTube-on, tehát úgy, ahogy most én is így tapasztalhatom nektek ugye a ezt a feliratkozást, úgyhogy tényleg, tehát köszönöm, tehát tényleg még egyszer köszönöm nektek, és hát szeretném ezzel megköszönni a figyelmet, mert hogy csak egy rövid időre a figyelmet köszönöm éppen a tábra like, illetve 94-nél ugye a YouTube-on like feliratkozás gomb plusz a kis csengettyű, a Twitch csatornáján a követés gombot nyomjátok, és ha netán nem marad. Ja, és ilyenkor már a Tibi már Twitch-en volt. Tehát like feliratkozás gomb plusz a kis csengettyű, mindenkit, tehát Tipcsike 94-nél ugye a YouTube. Itt már először a YouTube-on még Tibi meg volt neki a YouTube csatornája, hogy Tipcsik 94, de utána aztán végül arra már több videót nem is csinált, hanem utána átment Twitch-re, és utána úgy ott folytatta a munkásságát. Azt hiszem, utána akkor került oda, amikor Lich King
Licskin, meg valami Áron nevű felhasználó így kitoloncolta Tibit YouTube-ról, és utána ő szegénykémnek meg át kellett menni a Twitch-re, de utána aztán még jobban beindult a Lichking, úgyhogy ja, tehát ez egy ilyen Lichkinges korszak volt. YouTube-on like, feliratkozás gomb plusz a kis csengettyű, a Twitch csatornáján a követés gombot nyomjátok, a egyes live-adásokról, például ha a mostani farming live-ról nem akartok lekésni, akkor ajánlom, hogy most nyomás tipikozni. Akkor a figyelmet köszönöm szépen, én Matthew Channel voltam, maradok és leszek, és további szép estét mindenkinek. Úgyhogy, sziasztok! Hát igen. Na most egy kicsit vázoljuk fel a témát, ugye ez a százas szubit, ja igen, és ezt már ugye, ezt használom már mióta, csak ez még az alap leírás, és amit láthattok, különösen abban változtattam, hogy ugye Michael Roxy Jackson YouTube csatornáját és Instagram oldalát is letettem, úgyhogy ebben változtattam. Aztán most jön a következő, mert akkor nézzük a következőt, ami rögtön egyből kettő videó. Hát igen, kettő videó fog terítékre kerülni, méghozzá a drónos videók. Hát igen, a drónos videók igazából milyenek? Hát ugye olyanok, amelyek átlagosságban voltak, közülük az első az ez. Méghozzá ez a videó, ez nem más, mint életem nagyon-nagyon nagy videója, a Yamaha tanuló drónnak a bemutatása volt. Hát igen, ilyenkor nagyon nagy mániám volt a... Na most kérdezitek, hogy nekem miért volt mániám a drónozás. Hát nekem azért volt nagyon nagy mániám, egyébként ez így ment. Igen, ne nézzétek a mostani billentyűzetemet, ami most van, meg a poharamat. Hát igen. Úgyhogy csak ezt. Ugyanis, amit leteszteltem, az egy Yamaha Q4X-es tanuló drón volt. Ugyanis ez volt az első olyan tanuló drón, amit kipróbáltam szerencsére. Úgyhogy nekem ez egy nagyon nagy élmény, és ugye úgy volt, hogy ugye folyamatosan töltetni kellett a drágát. Tehát, hogyha föltöltötted, akkor az elkezdett, tehát ha föltöltődött, akkor az elkezdett, nem világított semmit. Viszont, hogyha itt oldalt világítana, akkor az azt jelenti, hogy próbálod nyomni előre, aztán semmi. Úgyhogy ennyi. Na, akkor mutatom nektek, hogy akkor ez hogy történt, vagy hogy csináltam. Ezt telefonnal rögzítettem egyébként, ahogy ezt láthatjátok. Ugye akkor nézzük is meg, hogy sikerült. Sziasztok! Szeretettel üdvözlök mindenkit! Én Matthew Channel vagyok. A mai videóban egy drónt fogunk letesztelni. Méghozzá a Yamaha Q4X-es drónt. Ezt fogjuk most letesztelni. Itt van ugye maga a drón, ami ugye látható, hogy gumival van védve, azért, hogy ne ütközzön, ne törje el a propellert, illetve rendelkezik ugye egy távirányítóban, egy 2,4 GHz-es kontrollerre. Igen, ez körülbelül a markolata úgy néz ki, mint egy kontroller. Úgy néz ki, mint a kontroller.
ezt egyszerűen ugye ide az USB-be kell ugye beköttetni, és ezzel ugye működtetni a rendszert. Ezt egyszerűen csak így bekapcsolod, a drónt is, ezt följegyzi, előre tolod, majd vissza, és akkor egyszerűen csak így így működik a drón. Viszont a... Úristen! Mekkora mániám volt. Úristen, mekkora mániám volt még a drónozás. Tehát ez nagyon... nagyon egyébként... annyira vágytam, hogy egy drón kerüljön a kezembe, mert én még soha nem drónoztam. Tehát életemben nem csináltam drónozást. Csak azok, akik profibbak. A másik kezemmel majd így mozgatom, mert legalább legyen valami kis... És akkor ez így mozog. És ugye annyi az egész, hogy amint ugye lemerült, akkor nem hagyjuk bekapcsolva a távirányítót, hanem hosszan ugye kikapcsoljuk, és a készüléket is automatikusan ugye kikapcsoljuk, és akkor elsötétül. Tehát így kell ezt ugye tölteni. És ugye látható, hogy ugye 4 rotorral rendelkezik, ugyanúgy, mint a mint a nagyobb is. Viszont majd a... Viszont itt elnézést kérek, hogy beköhögtem, mert sajnos ugye ez így. Nagyobbból, viszont majd abból egy későbbi alkalommal fogom majd a nagyot fővenni. Úgyhogy azért, tehát ezt mutattam be nektek így röviden. És ugye ezt mondom, tehát kifejezetten tanuló drónosoknak ajánlom, hogy mindenféleképpen próbáljátok ki. Szaküzletekben, egyes játékszaküzletekben lehet ilyen drónt megvenni. Ez nagyon drága drón, és ugye ezt már ugye azóta vigyázunk rá, kb. Tavaly óta, tehát tavaly karácsonya óta van meg ez a drón. Most is megvan, csak már nem tudom, hogy működőképes vagy nem. Úgyhogy az én. Na úgyhogy ez egy nagyon nagy, nagyon nagy szeretetre méltó drón. Úgyhogy... Így röviden ennyi. Legyen szép napotok. Sziasztok. Nem tudom, de nagyon-nagyon jó indexképet találtam, mert komolyan mondom, hogyha nem találok olyan indexképet, ami kellene, hát akkor nem sikerült volna ez. Úgyhogy, ja. Na akkor jöjjön a másik drón, mert hogy ugye nem egy drónról beszélünk, hanem kettőről, mert hogy a másik nagy kedvencem az ez. Ez viszont nem más, mint a Shaima X5HW drón. Hát igen, ez már egy kicsit komolyabb korosztály. És hát ez egy komolyabb volt, mert ez úgy nézett ki, hogy
úgy nézett ki, hogy egyik nap hazajöttem iskola után, és akkor úgy gondoltam vele, hogy akkor, na, akkor csinálunk egy drón videót. Hát ez nagyon komoly. Igen. Na hát akkor mutatom nektek. Hát igen, ez megint OBS-sel készült. OBS-sel készült, hát nem tudtam itt a telefont behozni. Behozni, bocsi. Úgyhogy, ja. Tehát ez így így alakult. Úgyhogy, hát ja. Ja, úgyhogy, hát akkor gyerekek, akkor nézzük meg, hogy akkor ez hogy működött. 14 perces? Hát ez hosszú lesz. Na nézzük. Na, hello, hello, sziasztok, srácok! Szeretettel üdvözlök mindenkit! Itt vagyunk egy újabb videóban, és most ugye ezt láthatjátok, hogy ugye OBS-sel veszem fel most ezt. Ez most teljesen vágatlan lesz, nem lesz hozzá intro. Viszont a maiban egy olyan videó... Na most... itt álljunk meg egy picit, mert nem tudom, hogy észrevettétek a hibámat, méghozzá azt, hogy ilyen robot hangom van. Ez abból jött, mert az OBS-en nem volt rendesen beállítva hangilag, úgyhogy... úgyhogy ez az, amit különösen nem úgy alakul, ahogy azt kéne. Úgyhogy... ja. Ja, úgyhogy ez nem így, tehát nem úgy alakult, ahogy ezt kellett csinálni, hanem ilyen robot hangon volt. Videót szeretnék nektek bemutatni, ami különösen tetszetős lesz. Ugye az előzőben ugye egy telefonos módszerrel próbáltam meg a kisebb drónt. Most egy nagyobbat fogunk kipróbálni. Ez pedig nem más, mint ami itt a személyes kedvencem. Ez. Ez, gyerekek. Ez nem más, mint ugye a Saima-nak ez a X5HV-s drónja. Ez a HC-s változatnak ugye a másik kinézete, tehát ez így néz ki. Hát igen, na most ebből ez egy bazinagy drón volt, és ami észrevehető még, hogy mi az, ami még hozzá rendelkezett, azt mutatom is nektek. Egy már benne van a gépben, tehát itt már egy benne van a gépben. Itt kettő látható gyermekeim, illetve rendelkezik hozzá egy jókora távirányító, tehát... Igen, ez már mondjuk egy kicsit komolyabb... ez már kicsit komolyabb volt. Mert egyrészt azért volt komolyabb, mert azért egy ilyen kurva nagy drónhoz, egy ilyen kurva nagy távirányítót hozzáadni, tehát azért az elképesztő. És az akkora volt, hogy konkrétan beszartuk. Beszartuk. Ja, és a másik meg, hogy másik... Egyszerű, ezt meg is fogom mutatni nektek, kicsit arrébb húzom a széket. Lehelyezem. És akkor mindjárt, lehet, hogy kicsit picit közel. No, kapcsolom. Ugye szépen világít. Ezt ugye bekapcsolom. Drónt. Igen. Látban van. És ugye egyszerűen csak előre tolj, és jobbra le. De mind a két kart ugye kameraszöget, és akkor figyelj, ez konkrét gáz.
Ugye egyszerűen ugye... Ugye ez azt, hogy ugye leállt a drón, ez ugye villog, teljesen feltöltve. A drón az feltöltve, gyere. Itt fogjátok, mostan húzni. Egyszerűen szépen. Ugye a bejegyzés az nem egy olyan könnyű gyerek, el kell csúsztatni. És ugye, figyeljétek, ez most megnézzük, hogy ez hozza is, ami ugye konkrétan ugye ez alapján ugye ez lenne a dobozza, ami ugye tehát ez volt. Ez így nézett ki. Konkrétan egy ilyen, hát mondhatnám, hogy jó néz ki, viszont ez ugye két színben is választható. Ugye van egyszer itt ugye egy fehér, illetve van egyszer egy szürkében. Ugye mivel nekem most a szürke van meg, tehát én... Hát igen, ez a dobozza, ez nagyon-nagyon nagy volt, tehát azért így beleférve. Ja, és egyébként... teljesen szétszedett állapotban volt. Tehát szétszedett állapotban kaptuk meg, és úgy össze kellett rakni, és akkor... és akkor ez már így volt meg. Ez lett volna ugye a Saima X5 HV-s drónnak ugye a bemutatása. Információt adtam nektek, a többit azt megtaláljátok ugye a videó alatt a leírásban. Live formájában még találkozunk, és akkor úgyhogy továbbra is csekkoljátok, illetve a szervereit is, ugye. Ja, hát ugye körülbelül ennyi volt. Na de most jön az igazi, mert eddig ugye nem volt szó a BOMT videósorozatról. Hát most ezt megmutatom nektek, tessék. Ez így néz ki. Úgyhogy... Jaja. Na ez egyébként ez honnan jött? Hát ugye ez onnan jött, hogy mivel ugye elérkezett a szilveszter, tehát közel lett a szilveszter nagyban, így arra az elhatározásra jutottam, hogy ha már ugye szilveszter van, akkor elindítok egy ilyet. És hát ezt most megnézzük. Van egy, ami 62 perces lett. Tehát az nagyon komoly. Tehát így időrendi sorrendben... vagy hát nem időrendi sorrendben vannak, hanem részekre van bontva. Tehát itt egy 62 perces, egy 55 perces, 54, 28 és egy 32 perces. Majdnem 33 perces videónak számít, úgyhogy az, ja. Na akkor mutatom nektek akkor az első részt. Mondtam, hogy hosszú lesz. Hosszú lesz ebből. No. Hát először is ugye itt kezdődik. Hát igen. Igen. Na most itt miben tér el? Hát ugye abban tér el az enyém ez, hogy ugye a kollega úr YouTube csatornáját használtam fel. Bizony, hogy ez így, úgyhogy ez történt. Itt még azt hiszem megvoltak az eddigi videók. Azt hiszem... és ugye, ez nagyon nagy volt. Nagyon nagy volt, úgyhogy hát nézzük meg, hogy mi történt 2019-ben, amikor összefoglaltam az összes eddigi videót Michiganből. Elnézést, hogy a...
ugye ez konkrétan ez, tehát most leveszem magam, és így elmondom, na, tehát ez úgy volt, hogy ugye megcsináltam ezt a videót, és ugye így, így megnéztem, hogy megcsináltam egy beállítást, hogy beállítást, hogy hogy van, mi van, és úgy emlékeztek, hogy hát bizony, 3 évvel ezelőtt kezdtem el, tehát ez azt jelenti, hogy 3 évvel ezelőtt kezdtem el a 19-est, és most 3 évvel később most ugyanezt, csak most a 2022-es évet, hát igen, két évet kihagytam, tehát most az nem lényeges. És itt miért írtam ide, hogy vegyes? Hát most azért írtam, hogy vegyes, mert itt vegyesen random választottam egy adott videót. Például voltak ilyenek, hogy Úristen, ezek vannak, gyerekek, ezek vannak leprivátolva. Érted? Ezek a videók, amiket Misi csinált, ez le van privátolva, gyerekek. Gyerekek, le van privátolva ez a videó. Basszus kulcs. És gyerekek, ezek... Hát ez végre eljött. Gyerekek, ezek vannak leprivátolva. Nézzük csak, gyere, olyan. Első körül keresgéljünk. Úristen. Ja igen, ez a... Aha. Hát mondjuk például... Még azt hiszem nem használtam az egérkúzót. Ez nagyon komoly szerint megnézem kezd. És egyébként most sem használom az egérkúzót, tehát... Csak elnézést én így. Tehát nem fogom használni. Lassan tőled be. Honnan jött ez az Ugyan már fa képűek című videó? Ez onnan jött, hogy így egyik délután, azt hiszem így, nem is tudom, random péntek délután volt, jöttem hazafele az iskolából, és elkezdtek azt hiszem más emberkék azt hiszem fa képűzni, meg mit tudom én mi. Aztán így ezen Misi berágott, azt akkor mondjam ennek, hogy csinál egy videót belőle, azt akkor van, hogy ugyanúgy unifikázzák. Hát figyelj, én nem fogok itten sokat szarakodni, úgyhogy ja, úgyhogy why not. Na, akkor nézzük meg tovább, hogy akkor ez mi volt. Itt azt hiszem, hogy lettünk volna 18 éves is. Csak azért, mert... Mi van fa? Ez hogy történt? Nézzük. Na mi van fa képek? Irigyeltétek Matthew-t? Aj. Nem látok semmit menni. Mindjárt egy pillanat. Csak befekszök egy... Kicsit beszélgetünk, pár perc, össze el kell menni. Na itt vagyok. Na akkor folytassuk, hát ugye, igen, ez egy random, azt hiszem, vagy péntek, vagy szombati nap volt. Fölrakott egy ilyen vidit, és akkor mondom, akkor megnézem, hogy akkor ez mi volt. Aztán... Kiderült, hogy ez az Ugyan már fa képek, ez
misitől származik, azt akkor mondom, megnézem, hogy mi volt. És erről egy picit beszélt. Még akkor, amikor később még ugye el kellett mennie valahová, azt nem tudom, hogy hova, de lényeges. Azért mondjuk pillanatra megállítom, mert hogy ez itt az volt a baj, hogy az ágyú volt a telefon, és gyakorlatilag azért nem tudott semmit. Sziasztok! No, tegnaphoz annyit mondanék, hogy kritizálták szegény Matthew-t. Hát igen, az történt, hogy sajnos kritizáltak ilyenkor 2019-ben. Hát igen, és ez az, amit ugye látni lehetett rajta, tehát egyébként ez is privátolva volt, tehát az egész, ami itten minden történt, az le lett privátolva, kivéve azt hiszem azok maradtak, amik így a két, azt hiszem az, ami 2017-ben volt, úgyhogy az én. és itt ez az a videó volt az aminél a Misi együtt érzett velem, mert együtt érzett velem, és olyankor sem hagyott cserben. Tehát mindig látta rajtam, hogy valami nem stimmel, és akkor is. Tehát akkor is. Szegény, annyira sajnáltam. Már egy, amikor már rágondolkoztam tegnap este, és úgy sajnáltam. Tehát, hogy már utána így hazamentem, kicsit így próbáltam, hát elfelejteni ezt a déli dolgot, ami így történt, de hát mégis így eszembe jutottatott egy Matthew Channel szegény, hát törölte azt a tegnapi déli livét is. Hát igen. Most tulajdonképpen itt amit látni lehetett, hogy ugye töröltem, mert ugye azért, mert ezzel kezdtek engemet fikázni. Tehát azok, akik ugye ott voltak, azok egyszerűen semmi, tehát jelentéktelen dolgok, és amúgy tisztelt a kivételnek, mert például Misinek, aki együtt érzett velem azzal, hogy már pedig ezt nem csinálhatják velem, hogy ilyen trollokkal nem. És még képzeljétek el, és még be is követtek azok YouTube-on gyerekek, tehát azt mondják, hogy itt a nagy bakker, és konkrétan ez a Misi is kiakadt, hogy mondom, hallom, mondtam volna nekik, hogy na ide figyeljetek, elmehettek ti, ha tudjátok hova, de itt az iskolában nem kocsmai jelenet, tehát ez egy iskola és nem egy kocsmai jelenet. Tehát egyszerűen ez az, amitől kikészültem, és hát egyszerűen nagyon rossz érzés. De azoknak a faképőeknek mondom, hogy kritizálták szegényt. De azoknak a faképőeknek mondom, hogy pinát nyolhatnak, meg fasz, meg ilyenek. Hogyha ennyire nem szeretik, akkor menjenek. Menjenek ki a földbe kapálni, azt akkor ott basszák. Közben megszólalta. Azért fújdogálja a jó illatot. Ja igen, ez a légfrissítő volt, gyerekek. És konkrétan azt hiszem fönt volt az a nagy cipőszekrényen a légfrissítő, hát gyerekek. Egyébként az édes jó Istenem. Na ez nekem egy nagyon nagy szívhez szorító üvidi volt. Na úgyhogy akkor nézzük akkor tovább. Na hát ez. Ez mondjuk, ez szerintem viszi a prímet.
viszi a prímet. Na, ez például egy olyan videó volt, amit, muszáj volt beleraknom az első részbe, mert annyira főkapott volt, hogy amikor random misi befeküdt az ágyba, jó, nézi Tibi videója, Tibinek a live-ját, fölcsinál a szeme, fölken, oda megy a kajához, majd utána kiderül, hogy nincsen, ki akar kérni az ágyhozat és pokkot, játékos est, igen. Azonban viszont... Figyeljétek! Ez a nézés, ahogy hogy néz, mint akkor. Én nézem a tévét így. Milyen szép azt mondtál, hogy végezz a filmnek, mert ha végezz minden, akkor szépen megy. Aha. De gyerekek, az a le... Ugyanez berakta. Ennyi még azért nincs itt elővakum, mert meg azért hogy ilyen furán felvítette, mert már is lépik, hát a hátter is van, és tényleg van. Figyeljétek a fejet. Úristen. Igen, tehát ez nagyon nagy mánia volt, hogy ilyen fejet vágott, tehát egy ilyen fejet vágott, és egyszerűen elképesztő. Hát, Isteni. Figyeljétek, aha, oda megy, és figyeljétek. Igen, ez amikor ugye nem volt benne a kukorica, azt így, nem volt benne a kaja, azt így ilyen, azt így nézi. Nézd, hogy mi van? Hol van a kukorica? Miért pont a magok vannak benne? Meg konkrétan... így elkezd... és... gyönyörű. Bazd meg, nem fogok ma... Figyelj, hallgassatok. Bazd meg, nem fogok magukat enni! Mi vagyok én, galamb? Jaj, ez amikor ugye dühöng. Mint az akkor. Az egy pillanat. Vigyázz, Balán, ez mi? Itt a következő. Leül a géphez, és nézi, hogy... Hopp, kap egy értesítést. Jobb oldalt, ottan. 18-24. Ez még 2019. október 11-e. És most figyeljétek ezt a... És vajon mit kap? Egy Just Weedman videót rögtön az arcba. Na ez nagyon komoly. És itt jön az, amikor leesik a székről. Ez gyerek. Itt jön az, amikor ugye leesik a székről, mert hát ugye... Itt, figyeljétek. Ezt a mocskos hurkatöltelékes kolbászos úristen mindenit. De nem fogom kibattogtatni azt a szart, bazd meg! És itt berakott egy ilyen isteni hangot, hogy... Ne beszélj csúnyán, mert pofon baszlak. Most tudta ezt megcsinálni. Tart, bazd meg! Ne beszélj csúnyán, mert pofon basznak. Értettem. És ez nagyon jó volt. Jaj, aztán itt jön a következő, hogy amikor Tibitől kap egy értesítést. YouTube-on egy értesítést. Hallod aztán az történik, hogy így nézi. El sem tudja. Mi a franc? Tibike! Igen, az egyik legjobb bluetoothos hangszóró a világon. Tehát, hogy unboxingolt egy ilyen videót, és erre mit mond? Hogy rohadj meg! Aha. Hát igen. Aztán itt volt, hogy rántottát is csinált. Jaj, és igen, ez az, amikor ugye kiborult, de nagyon. Aha. Ja, igen, hogy kiborult az miatt, mert akkor tudta meg, hogy Tibi elment. Tehát ez szeptember
nyolcadik, a kilencedik, szerintem kilencedike volt, vagy nem, nyolcadika, azt hiszem, nyolcadika. Nyolcadika vagy kilencedike környékén volt, és akkor volt, hogy ugye otthon volt, és azt hiszem egy ilyen random vasárnap délután volt, hogy sajnos ki is akadt, mert egyszerűen rosszul esett neki. Nagyon rosszul esett neki az, hogy így elkövette ezt, vagy Tibi nem azt a... Tehát, hogy elment ugye YouTube-ról sajnos, és hát ugye így adódott neki, tehát én ezt nagyon-nagyon sajnálom neki. Aztán meg itt tulajdonképpen OMSZ-is videók voltak. De a harmadik az jó lesz. Az jó lesz, mert... Kocsi. Mindjárt ellapozgatok egy picit. Ja, igen. A következő... Hát igen. Itt ugye Michael testvérek. Hát ugye miért raktam bele a Michael testvéreket a harmadik részbe? Hát ugye azért, mert itt ugye azt hiszem itt öt videó volt, amit csinált, és konkrétan ezt is leprivátolta. Tehát egyszerűen fel sem tudom fogni, hogy ez hogy történt. Ja, és hát igen, az első két részhez ugye, na most ezt elmagyarázom, hogy ez hogy történt. Hát ugye az történt, hogy Misikén megkért engemet, hogy csináljak meg neki egy Michael testvérek indexképet, mert eddig ugye neki nem volt. És akkor mondom, hogy akkor figyelj, én szívesen megcsinálom neked, aztán elküldöm DC-n. Mert hát ugye ilyenkor a Discord DC az nagyon nagy mánia volt. Úgyhogy azért. Úgyhogy ja. És hát így alapjáraton ugye így nézett ki. Az egyiket egy ilyen barnásabbra csináltam, a másikat pedig egy ilyen fehéresebbre, azt akkor ilyen van intézve. Mert itt ugye ez nagyon nagy mánia volt, hogy ugye a Michael testvérek nagyon-nagyon nagy mánia volt még 2019-ben, azt hiszem, de nem 19-ben, hanem 15-ben, mert 15-ben volt, amikor hogy elkezdődött, és akkor fantasztikus volt. Hát igen, random így Misiné azt láttam, hogy egyébként ő az eredeti, a másikat meg csak így hasonmásként tette. Hát ugye ez azért is volt népszerű, mert igazából itt először bulisak voltak az első részben, aztán megjött a második rész. Hát a második rész az szerintem egy, aminek az volt a címe, hogy az elfoglaltság. Na hát most ez az elfoglaltság, ez honnan jött? Hát ugye az elfoglaltság az abból jött, hogy ugye az egyik az újságot olvasott, a másik meg telózott. Tehát igen. Uramisten. És egyébként azt nézzétek meg a telefont. Tehát a telefon az pontosan, tehát ez egy ilyen random telefon volt, azt nem tudom, hogy de
Nem tudom, hogy milyen telefont használt a Misi, egyszerűen elképesztő. Úgy csinálja, mintha így pötyöttetne. Ó, rám írtak. Kaptam egy 100 lájkot egy videóra. De Michael... Na most egy pillanatra megállítom, hogy miben tér el a kettő. Ugye az egyikben... Nem. Na itt vagyok, srácok. Elnézést, hogyha majd egy kicsit a szemembe megy a nap. Úgyhogy, na, tehát akkor folytassuk, hogy ugye ezt... Azt kezdtem el mondani, hogy mi ez a kettő kontraszt, amit ugye itt láthattunk. Ugye ebből a szögből, ahogy gondolom Misi megcsinálta ezt az konkrétan úgy volt, hogy itt még látható, hogy ugye nem volt rajta felső. Ezt gondolom azért, mert úgy oldotta meg. Na de most figyeljétek meg, mert a másik oldalt... Nem buktál meg? Semmiből? Ott meg bizony, ott van. Ott van a felső, tehát ez úgy ezt úgy oldotta meg, hogy ugye, amikor csinálta az övét, akkor oké. Okay. Amikor a másik oldalt csinálta, akkor az már sima. Azért mondjuk itt egy pillanatra megállítom, de ezt a... Tehát igen. Most elnézést kérek, hogy így hablattyoltam ottan, és nem nagyon hallottátok, úgyhogy ezt elnézést. Úgyhogy, ja. És itt már ugye elkezdődött a nagy vádolás, és azt hiszem itt az volt, hogy jött egy ilyen, hogy miután lelőtte volna a Michael a másik Michael-t, ehelyett elvétette és kitört a veszekedés. Úgy tűnik, hogy a Michael testvérek már nem olyanok, mint a rágógumis veszekedésben volt. Hát igen, ott először a rágógumin veszekedtek össze, itt meg ugye az elfoglaltságon, hogy ugye az elfoglaltságon. Aztán következő ez. Hát igen. Na most... Idős jó Isten. Hát ez... A gyerekek, én már nem tudok erre mit mondani. Itt azt hiszem az volt, hogy itt ugye a suliban teszteltük le legelőször, hogy hogyan megy a Michael testvérek harmadik része. Hát egészen egyedi volt, úgyhogy ez nagyon-nagyon komoly. Itt egy kis bevezető volt, hogy ugye Misikém, hogy vázolta fel az egészet. Olyan videót, mivel rég volt Michael testvérek, pár héttel ezelőtt a testvéremmel így indult a suliban egy átlagos hétköznapi napunk. Tekintsétek meg! Na, így indult. Így indult. Na most elmondom nektek, hogy a mániám nagyon nagy volt a Driver San Francisco. Tehát ugye Michiganek nagyon nagy mániája volt a Driver San Francisco, mert annyira jó volt. Igen. Az egyik ugye Driver San Francisco, ott a másik meg gépírást gyakorolt. Hát igen, tehát ez az, ami ugye itt látható ebből, hogy ugye az egyik az... Hát te mi jó csinálsz? ...a játékát, a másik meg nem. Nézd, de sikerült ötletem. Hát te mi jó csinálsz, Michael testvérem? Hát Michael testvérem, a gépírás házit csinálom. Az első félben 4-es kaptam gépírásból. Nem tudom, hogy miért nézték ki 2015-ben ilyen frizurával, ilyen... Úristen, hát itt hallod, úram atyám. Lehet, hogy ötös leszek év végén. Tehát, hogy mindent leszek. Hát jó kérdés, hogy... Hát igen, mondjuk itt ebbe például voltak bakik, hát nem csak úgy nálam, de mondjuk egyébként, halljátok, egyébként belerakod...
itt vagyok. Na hát, hát igen, a harmadik rész az eléggé furcsa volt, és azért itt látható, hogy én is benne voltam. Tehát egyszerűen elképesztő. Tehát elképesztő volt, és nagyon-nagyon komoly volt. Hát igen, ilyen fejem volt még 2015-ben. Gyerekek, most ez így vagyok, vagy csak szoktatok? Ja, és a monitort nézzétek meg. A monitor az nagy volt. Tehát ilyen, nem tudom, ilyen full HD-s volt. Jajon. Na, itt vagyok. Na és akkor folytassuk akkor tovább. Tehát ugye úgy nézett ki a monitor, hogy ugye az enyém az pont az volt, amikor az a monitor volt, amit ugye itt láthattok, hogy ugye vagy amit látható, hogy ugye mögöttem a monitor az egy ilyen magasabb volt, mert ugye vastagabb volt a talpa, úgyhogy ezt így csináltam meg. Vagy hát így lett, így néztem ki. Jaj, jaj. Tehát nagyon komoly volt. Jaj, gyerekek, kíváncsi leszek. Úristen, ez a Misinél ez a röhögés, ez nagyon komoly. Jaj, gyerekek, kíváncsi leszek. Ez nagyon jó. Ez komoly. Úristen. Ez komoly volt. 15 perccel később. Igen. Ez amikor ugye. Jaj, hát ez nagyon jó. Mit keres ott a kamatom? És jön vissza. Tesója. Megint nyomatja. Visszajelkezik. Leírt. Visszajött a szünetből. Tovább nyomatja. Na és itt már ugye lekerült, és akkor befelé itt ugye alapján így eltűnik, így beszéltünk, így volt nekünk a káromkodásunk. És figyeljétek, hallgassátok. Úgy adta a bípet! Hát igen. Ez volt az, mert ezt használtuk még 2017-ig. Hű, hát elképesztő. De Michael, nem piszkáltál bele a házi feladatomba? Én itt játszottam végig. Jaj, és itt jön, ez amikor... Ezen pillanatban már egy vágás után. Amikor én jövök bele. Három perccel később. Itt jövök be 3 perccel később, és akkor itt felajánlottak engemet azzal, hogy én már eleve tudtam, hogy ki volt az. Melyik szemét volt az, aki ezt megmerte csinálni? Hát, bizony, a testvére. Michael! Tudom, hogy ki piszkált bele a leckétbe! Úristen, hogy néztem ki? Csinálj! Vékony, tehát így olyan, mint vékony lenne az arcom, és konkrétan a hajam meg úgy megnőtt, mint hogyha nem is tudom, tehát elképesztő. Három éjsze volt. Igen, és ugyan ki volt az? Hát aki melletted ül. Igen, itt meg... Na most elmondom nektek, hogy mi itt a realisztikus ebben. A kezeim voltak azok, mert itt például ezen a képen ugye látszik, hogy itt ugye látszik, hogy elő vannak a kezeim, viszont a következő pillanatban két másodperc után viszont már, amikor mondom, hogy hát aki melletted ül, akkor már hátra tettem a kezeimet. De úgy, hogy be voltam hajlítva. Hajlítva a gyerekek. Tehát egyszer elképesztő, tehát nem tudom, hogy. És ez ment értitek egészen öt részen keresztül. Öt teljes részen keresztül. Aztán jöttek az egy nap Michael-el sorozatok. Na hát ez arról szólt, hogy ugye egy napot, ugye azt hiszem ebből nem tudom mennyi volt,
nem tudom mennyi volt, de nem tudom, szerintem egy ilyen kettő, de legfeljebb néhány biztos, hogy volt. Biztos, hogy volt, de nem nagyon szeretném számolgatni. És hát az ötös részben ugye húgis vlog, hát ugye ezzel, ez volt az, amit ugye bemutattam nektek 32 percben, hogy ugye, hogy ez mi volt. És ez volt azt hiszem december 31-én reggel. Hát igen, azért látszik, hogy van benne munka. Tehát van benne akkora munka, hogy konkrétan beszartok. Tehát egyszer elképesztő. Tehát elképesztő. És akkor ugye itt volt az első olyan húgis vlog, amit össze lehetett tálkormányolni. Hát igen, itt ugye mi az, ami érdekes? Hát ugye az érdekes, hogy ugye random kinézett Misi valami időpontot, és itt a húgával együtt nyomatták. Azt hiszem 10 éves volt, mert most körülbelül valami 12-13 éves. Körülbelül. Tehát ilyen 12-13 éves. Kb. Úgyhogy, és már értitek, szemüveget hord. Tehát itt, amikor mondjuk keresünk egy olyan szöget, ahol, na itt, 7 perc 33-nál, nézzétek meg. Tehát mindjárt belemegyek. Nézzétek meg, itt bal oldalt. Tehát bal oldalt nézzétek. Na, körülbelül a húga így nézett ki. Így nézett ki még korábban. És amikor készült, azt hiszem ez live recorderre, du recorderre készült, úristen. Ja, itt használta még először Misi a du recordert. Nagyon komoly. Atya világ. Aztán csinált egy újabbat, itt már komolyodott a dolog. Ja igen, a Strommackó, az igen, a Kismáté, hát persze. A szevasz! Igen, a stúdióban csak konyha. Igen, a Kismáté. Egyébként Tibinek az unokatestvére szerintem, bár tehát onnan ismerős. Ja igen, és hát ugye itt volt, hogy ilyen nem úgy működött az internet, ahogy azt kellett, de mutatnám így, tehát itt ugye, hát igen, azért volt, hogy én is így beköszöntem Médinek, tehát azért látszik neki. Idámosan! Jaj, my name is Damir. Ja igen, volt egy Damir nevezetű felhasználó, aki betrollkodta magát, és egyszerűen azt nem tudom, hogy miért, vagy hogy mi volt a szándéka. Úgyhogy azért, tehát ezt így hoztam össze. Hát igen, mondjuk ahhoz képest, hogy ilyen videósorozat volt 2019-ben, tehát 2019-ben kezdtem el, és most meg tessék, itt vagyunk 2022-ben, és már elkezdtem a sajátomat, hát nem tudom, tehát egyszerűen le vagyok nyűgözve. Úgyhogy ez így adódott, úgyhogy, ja. Úgyhogy ez így. Jó, összehoztam ezt a videót, mi srácok? Na hát gyermekeim, így most lassan a videó végéhez is értünk. Hát megmondom az őszintét, még kettő videó
fog érkezni a csatornára, aztán utána legközelebb majd csak január 2-án fogjuk folytatni. Úgyhogy, úgyhogy ez ténylegesen, ténylegesen majd akkor bele fogunk rázódni. Hát nem tudom mi lesz, de lehet, hogy az OMSZI 2-nek azt hiszem itt lesz vége. Tegnap azt hittem, hogy jobb lesz, de kiderült, hogy mégsem. Úgyhogy lehetséges, hogy az OMSZI 2 most egy darabig szüneteltetni fog. De ha kiderül, hogy véglegesen nem jó, akkor, majd megpróbálok valamit kitalálni. Lehet, hogy a mai nap folyamán egy hatalmas nagy szelektálás lesz, úgyhogy az már 100%-ig biztos. Úgyhogy, ja, hát megpróbálok valamit, kihozni abból, hogy visszajöjjön az OMSZI 2. Úgyhogy, ja, na hát akkor én ezzel szeretném megköszönni a figyelmet, hogy itt voltatok, ismételten. És hát akkor gyermekeim, találkozunk a következő videóban, amiben újabb, három videót, aztán utána, aztán szombaton meg már 4 videót fogunk megnézni, tehát holnap még 3-at, de utána aztán az 5. résznél már 4 videót fogunk megnézni. Úgyhogy, ja, tehát erre nagyon-nagyon föl fogjuk kötni a katyót. Úgyhogy, na hát akkor a figyelmet köszöntöm szépen. Hogyha tetszett nektek a videó, akkor dobjatok egy lájkot, ha szeretnétek és nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel. Instagram oldalam a leírásban, ugyanúgy Michael Roxy Jackson YouTube csatornája és Insta oldala is a leírásban található. És hát gyermekeim, akkor megpróbálok valamit kihozni az OMSZI 2-ből, meg kerül, amibe kerül, januárba folytatni kell. Úgyhogy, ja, na hát akkor vigyázzatok magatokra, jó felkészülést az új évre, és további nagy készülődést a szilveszterre. Úgyhogy vigyázzatok magatokra, jó pihenést nektek, és holnap találkozunk. Én Matthew Channel voltam, maradok és leszek. Nya, puszi kincsecskény. Sziasztok, hello.